rég elfelejtett indián törzsek csatáznak mellemen. Fogalmuk sincs a gyomromban rothadó elsőjét hajókról. Lábam elszenesedett maradványa leégett citrusoknak. Lábfejemet padlomon keresztül sodródó mocsárit moha fette be. Nem mehetek többé a szabadba, majd üldögélek a mennyezeten. Viselnéd a szemem. Ritka alkalmak egyike, mikor mélyebb betekintést nyerhetünk az amerikai kortárs költészetbe. Erre volt lehetőség Szegeden, a Grand Caféban, Gyukics Gábor nyílt fel olvasás estjén egy beszélgetés keretein belül. Gyukics Gábor 1958-ban született Budapesten. Költő, műfordító, a Szépírók Társaságának tagja. Hosszú időt töltött az Amerikai Egyesült Államokban, sokat tanulmányozta az amerikai költészetet. Connecticutban tavaly babérkoszorú életműdíjat vehetett át a Hungary Beat Poet Laureate Lifetime Awardot. Mindenféle. Vannak utcai költők, vannak egyetemi költők. Az egyetemi költők azok megjelennek nagyon komoly kiadóknál, az utcai költők azok saját kiadványban jelennek meg, vagy pedig kis kiadóknál. A témáik azok mindenfélék, politikai, nagyon sok politikai téma, szerelem. És mindenféle, tehát fekete, fehér, arab, mindenféle színűek, indiánok, ami elképzelhetetlen ugye Magyarországon, indián költők. Ugyanúgy néznek ki, mint mi, ugyanúgy öltöznek, egyetemre járnak, könyvtárosok, és fantasztikus verseket írnak. Azok vonták be mázzal, akik belőlem csemegét, édes húst csináltak. Most megeszem magam, tisztára nyalom a tányért, és új lappal indulok. Nem írnak olyan hosszú összetett mondatokat, hanem párbeszédeket írnak főleg. Azt hiszem, a magyar kortárs próza az szereti a hosszú lére ereszteni a mondani valót. Párbeszéd nélkül az amerikaiak párbeszédben gondolkoznak főleg. De történeteket írnak párbeszédben. Az amerikai emberek számára olyannyira fontos a költészet, hogy az egyetemeken külön szakok vannak ehhez kapcsolódó tanulmányokra. Aki ebbe vág bele, az egy egész életre választ hivatást. Van, abszolút. Az amerikai költők azok reggel felkelnek, és akkor egyből elkezdik leírni azt, ami az agyukban van. Tehát ez egy, és járnak iskolába, hát ott költészetet tanítanak például, ami egészen abszolút, az, szerintem. Tehát az egyetemen van olyan, hogy költészeti szak. De ők nagyon komolyan veszik az írást. Tehát aki egyszer elhatározta, hogy a költő lesz, vagy író, akkor azt végigviszi, és mindent megtesz, mindent megtanul, hogy jó író legyen, beiratkozik az egyetemre. Vagy ha nincs annyi pénze, hogy beiratkozzon az egyetemre, akkor eljár open reading, nyitott felolvasó estekre, és ott figyeli, hogy a többiek miről írnak, mit olvasnak fel, és akkor ő is felolvassa verseit, és olyanokat próbál írni, ami mindenkinek tetszik. A család most nagyon nagy téma Amerikában. Azt hiszem, hogy és történelmi köteteket is írnak, könyveket is írnak. Tehát én inkább költészetben vagyok otthon, mint prózában. Tehát mondjuk Thomas Pynchont nagyon kedvelem, és William T. Wolmant. A Wolman az például a szerb háborúról írt könyvet, a kurvákról írt könyvet, a Pynchon a háborúról írt könyvet, akkor egy életérzésről írt könyvet, ami a tengerparton, a hippik között. Nagyon sokféle témát fel lehet dolgozni. A lényege ennek a kötetnek az, hogy bemutasson mindenféle, tehát többféle korosztályt 40 év fölött, és különböző hátterű írókat, mert ugye ebben a kötetben, a Viselnéd a szemem című kötetben vannak prózák és versek, vannak indián költők, vannak feketék, vannak mexikai származások, román származások, karib-tengeri, mit hagytam ki? Igen, például Bob Kaufman, karib-tengeri zsidó származású költő volt, most már sajnos nem él. De Samantha Thornhill az például most is egy karib-tengeri, azt hiszem Trinidad Tobago-ban él.
csak Amerikában tanult, úgy került bele ebbe a kötetbe. Amerikában nem közismert a magyar költészet, az igény azonban egyre növekszik iránta. Ez bizonyítja, hogy az utóbbi fél évben két antológia is megjelent Amerikában magyar költők verseiből. A Day Will Be Good For Seed című kötet 16 magyar költő, 8 férfi és 8 női művész verseit tartalmazza, a Shelter Under the Sun pedig 3 magyar költőnő verseit adja közre.